Sziasztok! A mai nap egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni, a lemezkezeléssel, azaz hogyan tudunk létrehozni Linux alatt, MX Linux alatt egy partíciót, és azt hogyan tudjuk formázni és felcsatolni. Természetesen mindenki sejti, ugyanezeket a műveleteket meg tudjuk tenni parancsorból is, de, és itt nagyon fontos ez a de, aki kezdő, annak érdemes grafikus felületet használni, ott jól átláthatóan, hiba nélkül, elütési hiba nélkül meg tudja tenni ezeket a műveleteket. Az MX Linux alatt természetesen már feltelepül egy partíciókezelő eszköz, de én úgy gondoltam, hogy inkább egy másikat, az úgynevezett GNOME diszket szeretném használni, leánykori nevén lemezek, úgy fogjuk majd megtalálni, de előtte telepíteni kell GNOME Disk Utility felkiáltással, bepipáljuk és telepítjük. Természetesen mindenki azzal telepíti, amivel szeretni, és utána megkeressük a listánkba, hogy lemezek. És rákattintunk, el is indul. De előtte megcsinálunk egy nagyon fontos dolgot. Első gondolat az, hogy én egy 120-as SSD kártyát szeretnék kétfele particionálni, és az egyik felét felcsatolni megfelelő könyvtárba, ahova én akarom, nem a rendszer, a másik felét pedig nem szeretném felcsatolni, mert én úgy gondolom, hogy az jobb, hogyha nincs felcsatolva a rendszerbe, amikor majd használatba kerül, akkor én kézzel fel fogom csatolni. Oda, ahova kell. Azaz, figyeljünk arra, hogy először tervezzük el, hogy mit szeretnénk, és utána hozzuk létre a partíciókat, formázzuk a lemezeket, utána csináljunk bármit, amikor már tudjuk, hogy mit akarunk. Mert, hogyha szétparticionálunk egy lemezt, vagy leformázunk egy lemezt, azt nem fogjuk tudni könnyűszerrel visszaállítani. Azaz, az adatokat az adott lemezről le kell menteni, hiszen nem lehet visszaállítani, vissza lehet. Például a Kürt Kft. Szívesen visszaállítja számotokra, olyanok az adatok, de súlyos ezrek, tízezrek, százezrekbe kerülnek, illetve vannak megfelelő programok is, de igazándiból én úgy érzem, hogy jobb elkerülni az adatvesztés, mint ahhoz hozzájárulni, csak azért, mert nem gondoljuk át. Én azt szoktam tenni, bár nem először particionálok lemezt, hogy felírom, hogy mit és hogyan szeretnék. Azaz a cél határozza meg az eszközünket. Én úgy gondolom, hogy a gyökérkönyvtáramba, az otthoni könyvtáramba szeretném felcsatolni ezt az új lemeznek az egyik felét, az egyik partícióját. Így létrehozom a adatok könyvtárat, ebbe lesz belecsatolgatva az a rész. A másik rész, a fennmaradó rész, amit nem fogok folyamatosan felcsatolni, az pedig mi lesz? Az archíve, tehát archívum, azért nem lesz a folyamatában felcsatolgatva, mert azt nem tudom felülírni, ami nincs felcsatolva, ami nincs a géphez csatlakoztatva, amit kihúzok a gépből. Itt például nem tudom kihúzni, így bizony nem csatlom fel. Megvannak az könyvtárak, amik számomra fontosak, én ezt most átteszem a másik monitorra, és megkeressük azt a lemezt, amelyiket formázni, illetve particionálni akarjuk. Azért választottam példának a 120-as SSD kártyát, mert ebből kettő van a gépbe. Itt valóban át kell gondolni, hogy melyik lemezt formázzuk le, particionáljuk szét. Az első gondolat az, hogy nyilván mindegyiknek van egy gyártási neve. Ha azt megnézzük, akkor természetesen már könnyen ki tudjuk szúrni, hogy mire van szükség. Mármint formázás szempontjából, de itt abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy az első lemezem, a 120-as első lemezem egyértelműen az a root lemez, tehát a rendszer lemezem, amit létrehozott a rendszer, és ide szépen kírja számunkra. Így bizony a másik lesz. Ami lényeg, itt vannak a lemezek, kiválogatjuk, hogy melyiket szeretnénk és hogyan particionálni, illetve elolvassuk, hogy mi az, amit ő kír. Első a modellnek a típusa,
mérete 120 GB, ami nem annyi, egy picit kisebb lesz, de hát ez van, hogy milyen a partíciótábla, a sorozatszáma, és azt mondja, hogy a lemez jó. Öregecske, majd megmutatom, hol lehet megnézni, hogy egy kicsit öreg a lemez, de a hőmérséklete jó, van neki egy eddig dok 120 néven hallgató partíciója, minden partíciónak adjunk nevet, és akkor tudjuk, hogy mire való, vagy melyik az, akkor bizony nem keverjük össze. Oké, ez volt. Mi szeretnénk ezt a lemezt particionálni. Hát természetesen a régit lesöpörjük, megnyomjuk, az első partíció, amivel egy van, azt tudtam kijelölni, azt töröljük, megadjuk a felhasználói nevünket, mármint a root, azaz emelt jogú felhasználó nevet. El is tűnt, szabad hely, hozzáadunk. Én úgy gondolom, hogy két fele lesz particionálva, az egyik 60 gigabájt, itt állogathatjuk természetesen a méretet, szabad hely, annyi marad, szabad. Ne írja felül a meglévő adatokat, ez nem azt jelenti, hogy te adataidat nem tünteti el, ez csak annyit jelent, hogy nem végez el egy biztonsági felülírást, hogy ne lehessen biztosan visszaállítani, mivel hogy ez egy üres lemez volt, amin azon kívül, hogy értéktelen adatok voltak, azon kívül, aki akarja, visszaállogathatja jó sok munkával, ha megszerzi ezt a lemezt. Én nem iratom felül, egyébként meglévő adatok felülírása nullákkal, akkor biztos, hogy nem lehet visszaállítani. Típus. Hát bizony, a Linuxot használjuk, akkor legyen X4. De ha nem Linuxot használunk folyamatosan, azaz szeretnénk, hogy hozzáférjen mondjuk a Windowsos rendszerünk is ez a lemezhez, vagy például Windowsos gépbe is átvisszük, akkor át kell gondolni, hogy FAT vagy NTFS fájlrendszert akarunk használni. Nagyobb méretű fájlokat, 4 gigánál nagyobb fájlokat szeretnénk arra a partícióra helyezni, hogy felismerje, éltett kezemét tudja, akkor NTFS-t kell használni. Ha más egyéb, akkor természetesen más egyebet kell választani. Én nekem csak Linux van a gépemen, így bizony adunk neki egy nevet, és ez lesz az arch, tehát archívum lemezünk. Így akármilyen nevet adhatunk, nem muszáj neki, de egyszerűbb az azonosítás. Létrehozzuk, létre is hozzuk, első partíció 60 gigabájt ismeretlen, második partíciót megcsináljuk, azt nagyon egyszerű, mert a partíció méretet ő kiszámolja, hogy ennyi a maximum, ebből tudunk lecsipni, még jobban szétpartícionálni, de én úgy gondolom, hogy nem kéne, és akkor ez lesz az adat, és kap egy számot, nem adata, hanem adat, adat 1. Hát csak legyen neki neve, és létre fogjuk hozni. Létrehozunk, két partíciónk van, láthatóan, én még dolgozik, bőszülten, hát odáig dolgozik, ameddig ő neki szükséges, odáig megnézzük, hogy mi egyebeket ír ki. Kírja a méretet egy partícióra, pontosan gigabyte-ba, és természetesen byte-ba, hát látható, hogy ennyi. Az eszköz nevét, hova van ő rendelve, az SDB, ez a második lemez, második partíciója, első partíciója, milyen partíció típusunk van, és a tartalom X4, illetve nincs csatolva. Akkor nézzük is meg az archívumra rendelt rendszerünket, rákattintunk, a partíciót leformázzuk, ami meg is történt az előbb, akkor következő lépés. Partíció szerkesztése, itt meg tudjuk adni a típusát, egy nevet tudunk hozzárendelni, rendszer partíció legyen, vagy ne, erre figyeljünk, hogyha rendszertelepítés előtt vagyunk, elrejtés, illetve az örökölt BIOS indító, ez bizony számunkra jelenleg nem fontos. A következő menüpont, ha eltalálnám, rendszer megvan, jelmondat megváltoztatása, nincs csatolási beállítások, szerkesztése, hova csatolja fel, hova, azaz hova kösse be a fájlrendszerünkbe, nyilván az archívumot az archívum könyvtárunkba szeret. Méghozzá az előbb létrehoztuk archíve néven, akkor megkeressük itt, hogy hogyan tudjuk a nevét kimásolni, be tudjuk pötyögni, hogy per, home,
per, Laci per archíve, de hogyha elütjük, akkor abból gubanc szokott lenni. Megkeressük, hogy hogyan tudjuk a nevet másolni. Ahogy szépen a múlt alkalommal megismertük a double commandert, természetesen file név másolása teljes elérési úttal Shift, Ctrl, C. Na hát azt én nem fogom tudni megjegyezni, így bizony úgy döntöttem, hogy kimásoltatom a vágólapra, automatikus csatolási beállítások nem megfelelő, ne oda csatolja, ahova ő gondolja, csatolja oda, ahova én akarom. Induláskor? Igen, indításkor, amikor bejelentkezek, csatolja fel nekem. Megjelenés a felhasználói felületeken természetesen jelölje meg, vagy illetve jelenítse meg a fájlkezelőkbe, mert én azt szeretném. Ha a további hitelesítést szeretnénk hozzátenni, akkor itt meg tudjuk tenni, számomra nem fontos. Ezeket az F-stab beállításokat nem kéne piszkálni, ha nem tudod, hogy mik azok. Majd, hogyha utána nézel, akkor igen. Akkor itt be tudsz olyan dolgokat állítani, amiket ő automatikusan nem. De amíg nem tudod, nem kéne. Hova csatolja? Hát ne ide. Értelemszerűen kitöröljük, igaz? Kitöröljük, és bemásoljuk egy gomnyomása Ctrl-V-vel azt, hogy hova csatolja. Kimásoltam az előbb a fájlkezelőből. Azonosítás mint nem piszkáljuk, ő saját maga az azonosítást legyen szes elvégezni, illetve a fájrendszer autó. Ha nem csatolja föl rendesen, vagy sír ré, hogy valami problémája van az automata felcsatolása, fájrendszer felismerése, itt explicit meg tudod adni, hogy bizony, kérem szépen, X4-es van, ez X4-nél nem szokott gondot jelenteni, de ha van, akkor itt be tudod állítani, leokézod. Megadod a jelszavadat, mármint szintén a root jelszót, és akkor már is van egy partíciót leformázva, készen, és ezzel a gombbal fel tudod csatolni, megint megadom a azonosításomat, már fejből tudja mindenki a jelszót, és a kis bumszli téglalap jelzi azt, hogy bizony fel van csatolva, ezzel tudod eltüntetni a partíciót, ezzel tudod lecsatolgatni, ezzel pedig a tulajdonságokat változtatni. Eljutottunk odáig, hogy felcsatoltuk. Létre tudsz hozni egy lemezképet, illetve azt a lemezképet vissza tudod állítani. Azaz, le tudod menteni, és vissza tudod állítani az adott lemeznek a képét. Ez nem ugyanaz, mint az adatmentés, mert csak idézelbe egy fájt készít a te lemezedről, és majd vissza tudod állítani. Nem igazán használom ezt a funkcióját. Partíció teljesítmény tesztje, megmutatom mi az, de nem fogok ezzel különösebben foglalkozni, mert elég hosszú ideig tud molyologni. Meg tudja nézni, hogy milyen gyors ez az eszközöd. Bizonytalanabb státuszú, ez nem, mert ezen már lefuttattam. A ellenőrzést nyilvánvalóan akkor teszek be, vagy akkor használok egy eszközt, hogyha tudom, hogy működik, hogyan kell teljesítmény teszt indításával megadhatod az adatokat. Minták száma, hányszor írjon, olvasson, a mintafáj méret, amit olvas itt, akkorára állítod, amekkorára akarod. Én azt mondom, hogy érdemes a 10 megát, hogyha általános műveletekre használod, ez egy jó teszt eredményt fog adni. Ha jellemzően nagyon nagy, vagy nagyon pici fájlokat használsz ehhez képest, akkor egyértelműen azt a méretet légy szíves megadni, és egy kicsi molyolgás után ő majd szépen leteszteli azt az eszközt, amire megkérted. Nem kezdjük meg, jó? Az csak az időhúzás, ezt bezárjuk. Ennek örömére megcsináljuk az adat 1-esnek is a egyéb beállításait. Csatolási pont, ugyanazok megvannak. Ezt kitöröljük, utána megkeressük, hova szeretnénk csatolni. Méghozzá az adatokba szeretnénk csatolni. Parancsok helyett a fájlnév másolása teljes elérési úttal ezt lecsukjuk, és ide Ctrl-V-vel be. Megnézzük, hogy valóban azt megtettük-e, azaz a vágólapon nem más volt,
Persze, beírhatott kézzel és már nem egy nagy kunsz, de előtted akkor oda csatolja, ahol gondolja. Itt egyebet nem fogunk állítani, és leokézzük, megint megadjuk, hogy a jelszavamat, és föl is fogjuk ezt csatolni, hiszen az archív, illetve az adatok egy, mind a kettő föl lesz csatolva, majd hogyha az archívumot áthelyezem, átmásolom a megfelelő könyvtárba, mert én már úgy fogom látni mindegy könyvtárat, akkor szépen lecsatolom az archív partíció részt, ami le van már formázva, és utána nem tudok rá könnyedén írni, tehát még véletlenül sincs az, hogy rányomok, és törlök, vagy felülírok valami olyasmit, amit akarok. Megnézzük, hogy oda csatolta-e föl, ahova akartuk, nem ütöttünk-e el valamit, annál, hogy megtaláljuk, és utána nézegessük tovább is ezt a programot. Van egy ilyen kis pont, lemezformázása megvolt, lemezkép egyéb megvolt, máshol is megtalálható, smart adatok és öntesztek. Meg tudod kérdezni a lemeztől, illetve le tudod tesztelni a lemezt, hogy ő hogyan gondolja, hogy milyen állapotban van. Ami lényeg számunkra, a smart képes lemezek, szerintem már mindenkinek az van, nagyon régi lemezek nem képesek erre, meg egy kis speciális eszköz, de a legtöbb lemez képes. Megkérdezzük és megnézzük. Ami számunkra nagyon fontos dolog, és el is mondom, hogy ide az van írva, hiba várható, magaskor, én erről tudok. Azért is használom ilyen adattárolásra, illetve archívum létrehozására ezt a lemezt, mert ez valamikor el fog halni. Miért? Mert öreg. 5 éve használom, 5 éve 2 hónapja és 16 napja használom ezt a lemezt. Ki fog futni valamikor közeljövőbe, egy éven belül a élet ciklusából. Ezek az adatok, amik ezen tárolódnak, ezek természetesen le vannak tükrözve egy másik lemezre, egy külső Winchesterre, hogy mindig, mindenhol legalább kétszer meglegyen az az adat. Így ez a lemez még használható, használható is lesz egyébként nagyon-nagyon sokáig, így tudok róla, hogy hát nem a legfrissebb, ennyi. Ezért került ide. Magas, küszöbérték nincs átlépve. Időnként, és de azt fél évente, negyed évente, amikor rendszert telepítem, ellenőrzöm, ide-oda csatolgatom a dolgokat, akkor ránézek erre, ha egy küszöbérték túl van lépve, akkor az a lemez kikerül a használatból, illetve ez nem teljesen igaz, hogy kikerül, hanem arra szoktam átirányítani, ha éppen van egy ilyen döglődő lemezem, a swappot, a várkönyvtárat, tehát ahol ilyen állandóan forgó, de nem igazán stabil elvárású adatok vannak, azok szépen oda átkerülnek, szépen lehasználja a swap meg egyébként azt az SSD kártyát, és amikor teljesen megpurcan, hát észreveszem, hogy sipákol a rendszer, hogy a temp var éppen nem elérhető, akkor ezeket szépen kidobom. Lényeg, az öntesztet megnézzük, és utána, ahogy a frissíteni akarjuk, vagy éppen újra akarjuk indítani, akkor megtesszük, örülünk neki, hogy ez a lemez még használható, és bezárjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Elmondom, miről volt szó. Particionálás. Szét tudod darabolni az adott lemez, de tudod egészbe is használni, ahány fele akarod. Azért legyünk egy kicsit mértékletesek, nem biztos, hogy 500 darab partíciót érdemes egy lemezre létrehozni, nem is lehet annyit egyébként, bár trükközni lehet velük, de lényeg az, hogy szét tudod. Én ezt a 120-asat két fele metszettem, le is formáztuk. A formázásról el kell dönteni, hogy milyen file rendszert használsz. Nyilvánvalóan csak Linuxosok, csak X4-et szoktak használni, illetve egyéb Linuxhoz rendelt partíciós, illetve formázási lehetőségeket, de akinek más kapcsolata is vannak, tehát a dual módban használja a Windows-zal, vagy esetleg kiveszi a lemezt, vagy lecsatolja a lemezt, kihúzza mondjuk egy USB-s lemezt, akkor bizony annak át kell gondolni, hogy a másik gépben is látható legyen, az X4-et a Windows nem látja alapértelmezetbe, így bizony legyünk udvariasak, NTFS vagy FAT 1632 file rendszert hozzunk létre. Ami nagyon fontos,
Ezzel letörölted, még alap esetben is, amikor nem akarod nullával teleiratni a lemezedet, akkor bizony eltűnnek az adataid. Előtte adatot mentünk, megpróbálkozunk a sok-sok lemez közül eltalálni azt az egyet, amivel szeretnénk működni. Nyilvánvalóan, amikor különböző méretű lemezek vannak, nincs nagy jelentőség ennek a dolognak, mert hamar megtaláljuk. Azonos méretű lemezeknél azért jobb megnézni. A elbénázás és a tévedés miatt én mindenkinek azt javaslom, minden partíciónak legyen egy neve. Még 1, 2, 3, 4 vagy A, B, C, D is megfelelő, hogy egyértelműen be tudja azonosítani, hogy mi az. Legyen egy neve. És akkor nem fog olyan kellemetlen helyzetbe kerülni, mint ahogy én kerültem. De volt, amikor egy adatlemezt, ami mondtam ugye, hogy mindenről van tükörmásolatom, bizony én leformáztam nagy lendületbe. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Jó munkát, jó linuxozást kívánok mindenkinek. Sziasztok, és kellemes hétvégét!